Sziasztok, én Zoli vagyok, ti pedig a Linux Mindot nézitek. Beszélgessünk ma is a Linuxról. A mai rövid 5 perces epizódban beszéljünk egy kicsit a programok hiányáról. Nagyon sok embernek az a problémája az áttéréskor, hogy hiányoznak neki programok. Ezek a programok a legkülönfélebbek lehetnek, azonban a legtöbbször emlegetett program, ami hiányzik az embereknek, és bevallom őszintén nekem is, az nem más, mint az Adobe Photoshop. Az Adobe Photoshop egy kiváló termék, egy remek multifunkcionális eszköz ahhoz, hogy professzionális szinten tudják képeket manipulálni. Ezt kár lenne elvitatni tőle. Viszont a gyártócég sajnos magasról tesz a Linuxra, csak Windowsra és Macre létezik, mi pedig, akik szeretnénk függetlenek maradni ezektől a dolgoktól, egyszerűen hoppon maradunk. És ez így nagyon nincsen jól. Egy korábbi részben az alternatíváknál már említettem nektek, hogy a Photoshop alternatívája professzionális szinten a GIMP lenne. Nos igen, én is használok GIMP-et, és a GIMP valóban egy kiváló eszköz. Azonban, hogyha egy kezdő ide téved elsőre, és mondjuk meglátja ezt, a három ablakból álló, nem ismerős, szétszórt felületet, már rögtön azt mondja, hogy bakker, nekem ezt nincs is kedvem megtanulni, mert ezt úgyse fogom érteni meg. Egyszerűen nem is igazodik ki rajta. Hálaiknak azért a GIMP-nek a fejlesztői sem mostabák, és már elkezdtek egy bizonyos egyszerűsítést a programban. Például ugye ezt a háromablakos módot már natívan meg tudjuk oldani úgy, hogy egyablakos módban fusson az ablakok menüben, és így azért sokkal ismerősebb, sokkal kezelhetőbb felület jön létre. De még mindig sajnos ott vannak a fő problémák, hogy nem ismerősek az ikonok, nem ismerősek a funkciók, nem ismerős gyakorlatilag semmi, és mindezek mellett még a logikája is egy ilyen kifordult, fura dolog tud lenni. Hogyan tudom mégis azt mondani, hogy srácok, nem kell izgulni, a GIMP-ből teljesen kezelhető program válhat, ha egy kicsit trükköztök vele, és ez a Linux szépsége, hogyha neked az Adobe Photoshopban például nem tetszik valami, valaminek a működése, vagy bármi, akkor kapsz maximum egy nagy barackot a fejedre, mert nem tudsz vele mit csinálni. Viszont a GIMP-nél? Na figyeljetek csak! Mutatok nektek egy frankó kis kiegészítőt, amire én is csak egy olyan fél éve találtam rá nagyjából. Ez a GIMP 2.8-as összes verziójához használható kis tweak. A linket természetesen be fogom tenni a leírásba. Itt oldal töltsétek le, ez egy nagyon apró zip file, nyissunk egy file kezelőt, keressük meg a letöltések között ezt a kis zipet. Itt most vagy kitömörítitek, vagy beleléptek, mint ahogy én szoktam, csak itt dupla klikkel visszamegyünk a home könyvtárunkba. Saját mappán belül van egy olyan könyvtára a GIMP-nek, hogy .gimp 2.8. Most vagy ide beírod manuálisan, ahogy én tettem, vagy egyszerűen a file kezelődben, ahol lehet engedélyezteted a hidden files, vagyis hogy a rejtett fájloknak a megjelenítését. Jó, megnyitom a GIMP 2.8-as könyvtárat, visszanyitom az archívumot, és azt mondom neki a tetejétől, hogy Ctrl-A, kivéve ugye a könyvtár, ugye a Ctrl-t nyomva tartva bal klik a könyvtárra, majd az egészet úgy, ahogy van egy fogd és vidd mozdulattal, szépen bedobom ide a könyvtárba, mire jön ugye nyilvánvalóan egy megerősítő ablak, hogy alkalmazzuk az összesre, és felülírjuk mindet, be is zárhatod. Na most figyelj, most nézzük meg a GIMP-et, hogy néz ki. Voilà! Oké, srácok, tudom, ez így még nem egy Photoshop. Nyissuk meg egy képet, hogy legyen mind demonstrálnom. Miről is beszélek? Nos nézzétek meg! Aki ismeri a Photoshopot, a profik, a félprofik, de már a tehetségesebb amatőrök is úgysem a menükben fognak kóvályogni és kiválasztani mindenféle menüpontokat, mert ez hülyeség, hosszú időt viszel, hanem értelemszerűen billentyű kombinációkat fogsz használni. Na most ez a legnagyobb baj a GIMP-el, hogy a billentyű kombinációi és minden más teljesen katyvasz, teljesen nem úgy működik, ahogy a Photoshop. Viszont ezzel a kis tweak-kel, amit most mi beraktunk, nem csak a kinézetét, az ikonokat és az elrendezést változtattuk meg, hanem ez a kis kiegészítő megváltoztatja a gyors billentyűket is, ami tök jó. Például az áthelyezési eszközhöz, hogyha emlékeztek, Photoshop alatt meg kell nyomni a Simple V-t. Megnyomom a Simple V-t, és már is tudom mozgatni a réteget. Aztán, hogyha megnyomom például az M betűt, ugye megkapom a négyzet alakú kijelölő eszközt. Pontosan úgy, ahogy Photoshop alatt. Vagy ha megnyomom az L betűt, ami a lasszó alakú kijelölő eszköz, ami pontosan ugyanúgy működik most már, mint Photoshop alatt. Látjátok? Aztán a Ctrl D az összes kijelölés teljes eltávolításához. Vagy hogyha megnyomom például a Shift G-t, ami a kitöltő eszköz, és klikkelek vele. Látjátok, ugyanúgy működik a kitöltés, mint Photoshopban. Egyszerűen most már tudom használni ugyanazokat a billentyű kombinációkat. Vagy vegyük például a legegyszerűbb képmanipulálási eszközöket, és nyomjuk meg a Ctrl M-et, ami ugye a színgörbéknek a beállítása. Vagy akár hogyha a Ctrl L-t megnyomjuk a színszinteknek a beállításához. Az is pontosan ugyanúgy működik, mint Photoshop alatt. És most már, mivel eléred a saját billentyű kombinációidat, amiket megszoktál, nem is olyan idegen az egész, igaz? Nekem például az egyik legidegenebb dolog a GIMP-ben az átméretezés volt. Ugye ez Photoshop alatt a Ctrl T-vel működik. És látjátok, ha most megnyomom a Ctrl T-t, már is itt vagyok az átméretezésben, és pontosan ugyanúgy át tudom méretezni az egész layert, mint ahogy Photoshopban tenném. Na most ettől függetlenül, akárhogy is szeretnénk, nem fogtok kapni egy teljes értékű Photoshopot nyilván, mert ettől még az alapjai, a réteg kezelése és minden más nem fog változni. Az ugyanaz a kifordult logikájú álkombákon marad, mint ami volt és lesz is valószínűleg. De azt már egyedül önmagában
általában sokkal könnyebb megtanulni, mint hogyha az egész szoftvert újra kéne tanulni. Úgyhogy srácok, azt mondom nektek, hogy ha eddig csak azért nem álltatok át gimpre, mert ugyanolyan problémával küzdöttetek, mint én, hogy nem volt ismerős sem a billentyűkiosztás, sem az elrendezés, sem az ikonok, se semmi, próbáljátok ki ezt a módszert, és dolgozzatok egy kicsit a gimppel. Higgyetek el, így már nem is annyira vészes, mint amennyire kinéz. Remélem, hogy segítettem, hogyha tetszett a videó, ne szégyedd lájkolni, és ha szeretnél még több Linuxos tartalmat látni, egészen bátran iratkozz fel a csatornára. Nem sokára jövök a következő videóval, sziasztok!